önkormányzatok pályázhatnak. Idén 11 milliárd forintot különített el a belügyminisztérium a települések rendkívüli támogatására. Összefogás a fogyatékkal élőkért. Pszichológusok és gyógypedagógusok tartottak előadást a fogyatékkal élők fejlesztéséről Nyíregyházán. Természeti és kulturális örökségek. Tájegységi értéktárat hoz létre 8 rétközi település. Milliárd forintot különített el ebben az évben a belügyminisztérium települési önkormányzatok rendkívüli támogatására. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Elsősorban az önkormányzati feladatokhoz, az intézmények működéséhez kötődő kifizetetlen számlák rendezésére szolgál a támogatási keret, jelentette be az önkormányzati államtitkár múlt héten. Pogácsás Tibor hozzátette, a települések belterületi utakra és oktatási intézmények felújítására is pályázhatnak. Újfehértón ebben a bölcsödében 4 csoportban több mint 50 gyerek jár. A most megnyílt állami támogatásból szeretné felújítani az intézményt az önkormányzat. A település tavaly már pályázott, ám akkor nem nyert. Mi a bölcsőde nyílászáró cserét, hőszigetelését szeretnénk újból benyújtani, ezért bruttóban egy több mint 40 millió forintos nagyságrendű támogatás igény lenne, ami azt is jelenti, hogy az 5%-tól több az a saját erő, amit mellé tennénk annak érdekében, hogy ez az intézményünk megújulhasson, hiszen több mint 10 éve volt legutóbb felújítás ebben az intézményben. A feladatellátás fejlesztésére vonatkozó pályázatban a tavalyi évhez képest szigorítás, hogy több célterületre nem lehet pályázni. Tehát vagy intézményt újítanak fel, vagy az utakat korszerűsítik a települések, esetleg iskolai, óvodai tömegsport létesítményekre is lehet kérni a támogatást. Az igénylést május 2-áig kell benyújtaniuk az önkormányzatoknak. A települések emellett pályázhatnak rendkívüli támogatásra is, visszanemtérítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában. Egy önkormányzat egy évben két alkalommal fordulhat rendkívüli működési támogatási igénnyel a belügyminisztériumhoz. Az igények feltöltése az folyamatos, az utolsó határidő, amíg a normál menetben a rendkívüli működési igényeket be lehet nyújtani, az szeptember 15-e. És az elbírálás is több alkalommal történik, tehát akár folyamatosnak tekinthetjük. Ezek a támogatások, a kifizetetlen számlák, a működéshez kapcsolódó és kizárólag a működéshez kapcsolódó kifizetetlen számlák kifizetésére használhatóak fel. Rendkívüli támogatásra 11 milliárd forintot különített el az állam. Tavaly erre a célra 8 milliárd 210 millió forintot kaptak az önkormányzatok. Összefogás a fogyatékos emberekért címmel rendezett konferenciát a Nyíregyházi Esélycentrumban a Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége. A programban pszichológusok, gyógypedagógusok tartottak előadásokat a fogyatékos gyermekek fejlesztéséről, valamint bemutatták azt az országos információs megyei adatbázist, amely hathatós segítséget nyújt a fogyatékkal élőknek és családjaiknak. Ádám születésétől fogva halmozottan sérült. Egészségi állapota ellenére gyakori vendége kulturális eseményeknek, amelyekről videomontázsokat készít. Ő is egyike azoknak a fiataloknak, akik családban élnek. Sorstársaiknak, az őket nevelő szülőknek rendezte konferenciát, amelyen a szakemberek mellett az érintettek is elmondták személyes történeteiket. Szülőknek adtunk lehetőséget arra, hogy a saját élettörténetüket, a saját tapasztalatikat megoszthassák, ami szerintem egy teljesen újszerű és innovatív dolog volt, ugyanis általában a szülők meg az érintettek nem szoktak ilyen szerepet kapni, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a szülőknek is, hogy egy kicsikért ki tudjanak nyílni, el tudják mesélni közönség előtt is azokat a örömöket és bánatokat, ami ezzel a helyzettel együtt jár. A konferencia szervezői egyetértettek abban, kiemelten fontos, hogy a halmozottan sérült gyerekek és fiatalok minél tovább maradjanak a családjukkal, ne kerüljenek intézetbe. Támogatásukra a Kézenfogva Alapítvány és halmozottan sérültek és szüleiknek megyei egyesülete létrehozott egy országos információs adatbázist, amely az info.kézenfogva.hu oldalon érhető el. Azok a
az intézmények, szolgáltatások érhetők el, amely a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő családok számára érdekesek, hasznosak, elérhetőek. Az összes olyan szociális intézmény, gyermekvédelmi intézmény, köznevelési intézmény benne van ebben az adatbázisban, amely fontos és érdekes lehet ezeknek a szülőknek. Ezen kívül tartalmaz az adatbázis az elérhető pénzügyi ellátásokat is. A fogyatékkal élő szülők embert próbáló feladatot vállalnak. Gondjaik mellett azzal is szembesülniük kell, hogy nem tudnak korkedvezményes nyugdíjba menni. Sokszor kell igazolniuk, hogy a születésüktől fogva halmozottan fogyatékos gyermekük állapotában nem történt pozitív változás, és nem kapnak elegendő figyelmet az egészségügyi ellátásban sem. Mindezen problémák nagy része még megoldásra vár, hangzott el a rendezvényen. Tájegységi értéktárat hoz létre 8 rétközi település. A kezdeményezés célja, hogy összegyűjtsék, gondozzák és közkincsé tegyék a helyi természeti és kulturális örökségeket. A munkát koordináló bizottság megalakulásáról szándéknyilatkozatot írtak alá a kezdeményezésben résztvevő települések képviselői hétfőn Nagyhalászban. A rétközi Tisza szakasz, a kendergyártás, a paszabiszőtes Besenyei György munkássága, a görögkatolikus szakrális értékek, valamint a rétközi kastélyok és kúriák is szerepelnek a rétközi tájegységi értéktár lehetséges elemei között. Arról, hogy mely értékek kerülnek be a helyi értéktárba, a települések javaslatai alapján a hamarosan megalakuló bizottság dönt. Az értéktár létrehozásához pályázaton 2 millió forintot nyert el a szervezet. A pályázatnak viszont nagyon nagy szerepe van, mert ez a pályázat az alapja mindennek, hisz forrás biztosít arra, hogy minden település el tudja magának készíteni azokat az értékeket, ami meghatározó a településen. És ugye így el tudjuk készíteni azokat a dokumentumokat, forrásanyagot össze tudjuk szedni, ami ehhez szükséges. A szakember szerint nem könnyű feladat egy tájegységi értéktár létrehozása, hiszen az érintett településeken számos szellemi, kulturális, környezeti vagy építészeti örökség található. Lehet ez egy szellemi érték is. Tehát nem kell, hogy egy anyagi, materiális érték legyen gyakorlatilag. Szellemi érték, vagy éppen egy épített környezetérték, de egy egyszerű útszéri kereszt is lehet egyébként. Én mindig példaként felszoktam hozni, hogy ezeket sem ismerik sem a mai fiatalok, sem a mai középkorúak. Tehát már két generáció felnőtt gyakorlatilag úgy, hogy ezeket a helyi értékeket, amelyek egy adott kis lokális közösségnek a mindennapjait határozták meg, vagy határozzák meg egy útszéri kápolna például. Miért épült, hogyan épült, kiért, ki is volt az, aki ezt építette? Vagy egy útban van egy gyakorlatilag egy kitérő. Miért van az a kitérő? Van ott egy 100 éves tölgyfa, ami helyi értéket jelent, és emiatt az egészet át kellett tervezni. A tájegységi értéktár létrehozására a 2012-ben megalkotott Hungarikum törvény ad lehetőséget, a megyei értéktár mellett települési és tájegységi értéktárakat is megalakíthatnak a települések. Sajnos országos szinten még ez nem túlságosan elterjedt, hiszen összesen 8 olyan tájegységi értéktár működik, amire a törvény lehetőséget adott, és ennek az egyike most a rétközben létrejövő értéktár, amely nagyon örülök, hogy létrejött, hiszen ez megyében ez lesz a második értéktár. A Líder Egyesület az értéktár megalkotásához kapcsolódóan Vidékünk értékei, ahogyan én látom, címmel fotópályázatot is hirdetett felső tagozatos diákok számára. Folyamatos az ellenőrzés a közutakon, erre hívja fel a figyelmet a rendőrség. Az elmúlt napokban Vásárosnaményban, Olcsván, Jándon, Gulácson és Tarpán végeztek ittasság ellenőrzést a rendőrök. A balesetek számának csökkentése érdekében a megye útjain a közeljövőben is számíthatnak hasonló jellegű ellenőrzésekre. Egy felnőtt és egy gyermek sérült meg tegnap délután Nyírtelek belterületén. Egy autós sodorta el őket. A gyalogosan közlekedők feltehetően féktávon belül léptek az úttestre, az arra közlekedő jármű elé. Mindkét sérültet kórházba szállították. Kürti László, a Mátészalkán élő tanárköltő legújabb kötetét mutatták be a megyei és városi könyvtárban. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 10 megyei intézmény több mint 100 fogyatékossággal élő gondozottja vett részt a számukra megrendezett keddi megyei sporttalálkozón.
Papírforma eredménnyel zárult a szegedi tekézők nyíregyházi vendégjátéka. A Bajnokok Ligája címvédő tiszapartiak 8-0-ás győzelemmel távoztak a Városi Stadion tekecsarnokából. Az NTK veresége ellenére is a bennmaradás jelentő 9. helyen áll a Superliga tabelláján. Kürti László, a Mátészalkán élő tanárköltő, a Csalásról című verseskötetének bemutatóját tartották pénteken a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A költeményeket Trill Zsolt, a Nemzeti Színház művészének előadásában hallhatták az irodalombarátok. Kürti László 5. kötete jelent meg az elmúlt héten. A Mátészalkai Esze Tamás gimnázium tanára közel 20 éve publikál. Első önálló kötete 1999-ben látott napvilágot. A szerző, aki a Vörös Postakocsi című folyóirat szerkesztője is, a vallomásos líra karakteres képviselője a kortárs magyar irodalomban. Verseinek témáit leggyakrabban a magánélet, a gyermekkor, a családi és szerelmi viszonyok nehézségei, emlékei adják. Költeményei szinte prózaian egyszerűek. Előző könyve Testi mesék címmel 2012-ben jelent meg, a most elkészült kötet kiadására több évet kellett várniuk az olvasóknak. Kiadót váltottam, és ez a kiadóváltás nekem mindig valami nehezen akar menni, és most a Kaligram kiadónál jöttem, hála Istennek, amitnek nagyon örülök, és ezt önmagában egyfajta komoly rangos díjnak tartom, hogy fogad engem a Kaligram, és hozza a könyvemet, és lehetően a könyveimet a későbbiekben is. Valójában ez már régen megírt szöveg, mennyiség, együtt, szerkesztve, 3 éve készen van ez a könyv. A költővel Trill Zsolt beszélgetett a bemutatón. A színművész úgy véli, a szerzővel számos dologban hasonlítanak egymáshoz. Szerinte Kürti László verseit dac és keménység, ugyanakkor humor jellemzi. Annyira nehezek és izgalmasak, meg nagyon egyedi hangzás az egész. Hát szerintem ő maga aztán, amikor megismertem, akkor rájöttem, hogy az ő habitusából fakad az egész, természetesen. Úgyhogy most sincs nagyon időm, de mondom, itt majd szépen lassan elnyögdécselem ezeket a verseket, felolvasgatom, tehát nem olyan egyszerű, de izgalmas. Van egy-kettő, tehát tele van rejtéllyel, csomó titokkal az egész. Nem tudom eldönteni, hogy ezt ő maga élte meg, vagy pedig fikciók, nem tudom, majd mindjárt kiderül szerintem számomra is. A kötetben olvasható versekből várhatóan az ünnepi könyvhétre elkészül majd egy hangos könyv is, amelyen Trill Zsolt mellett olyan ismert művészek is hallhatóak lesznek, mint Fűr Anikó, Mácsai Pál és Máté Gábor. Tíz megyei intézmény több mint 100 fogyatékossággal élő gondozottja vett részt a számukra megrendezett keddi megyei sporttalálkozón. A Báczi Gusztáv általános iskola és speciális szakiskola tornatermében sor és váltóversenyeken mérték össze ügyességüket a különböző fogyatékossággal élő emberek. A versenyszámok között kosárra dobás, helyből távolugrás, kötélhúzás és akadályverseny is szerepelt. Teljesen megtelt fiatal és idősebb versenyzőkkel az iskola tornaterme. Érkeztek iskolai és intézményi csapatok Újfehértóról és Kislétáról is. A fogyatékkal élők számára rendkívül fontos a játék és a versenyhelyzet feltételeinek megteremtése. Kipróbálhatták magukat kosárradobásban, helyből távolugrásban és az akadálypályán is. A sporttalálkozót évente többször megrendezi a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége és az Éfóész megyei egyesülete. A mostani alkalom azonban a versenyszámok szempontjából is különleges volt. Azért rendhagyó, mert a mai rendezvényünkön olyan sportággal fognak megismerkedni a fiatalok és a felnőttek, amit nem igazán láttak még, ilyen a csörgőlabda és a vakfoci. Hagyományos pedig abban az értelemben, hogy egyéni versenyszámok azok maradtak, hiszen az ő sérülés specifikusságukhoz igazodva ők nagyon szeretik, és már ezt tulajdonképpen az otthonokba tudják gyakorolni. Ez a kosáradobás, a babzsákdobás és a helyből távolugrás. És a mai versenyünkön meglepetésként már az elején lesz egy sorváltó verseny.
A sport fontos és kiemelt helyet foglal el a fogyatékkal élők életében, sportolásukat pedig a Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége is támogatja és segíti. A szervezeti háttér többé-kevésbé fölépült. Van ugye a Magyar Paralimpiai Bizottság, mint köztestület, amelyik ernyőszervezetként koordinálja a fogyatékosok sportját, meg vannak a maguk sportos, sportági szakszövetsége a fogyatékos sporton belül is, tehát a speciális olimpia az értelmi fogyatékosoknál, akkor megvan a szervátülteteknél, ami egy picit hiányzik, az pontosan a mozgássérültek és a látássérültek országos sportszövetsége, ami megszűnt, és azt gondolom, hogy már fölépülni se fog, hiszen olyan nagy a sportági integráció és az épek sportjából nagy az érdeklődés a fogyatékosok sportja felé, hogy valószínűleg egy nagyon egészséges integráció fog megtörténni a sport területén. A versenyszámokban értelmileg sérült, illetve látás, hallás és mozgássérültek, Down-szindrómás fiatalok és felnőttek mérték össze ügyességüket. A megyei közgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy a fiatalok saját közösségükben is meg tudják mutatni, hogy mire képesek a sport területén. Örülünk annak, hogy 10 intézménynek a diákjai itt vannak, mert azt hiszem, hogy az ő sportolási lehetőségeiknek a biztosítása az egy kiemelt feladat, nem csak a megye, hanem az ország sportéletében is. És mi, mint megyei diáksport szervezet, vagy akár mint megyei önkormányzat törekszünk arra, hogy ne különböztessük meg az egészséges és fogyatékos sportolókat, például a díjkiosztó gálánkon is együtt szoktuk őket elismerni, de azt hiszem, hogy szükség van arra is, hogy ők a saját közegükben meg tudják mutatni egymásnak is azokat a sportágakat, amelyekben jól tudnak teljesíteni, és itt is tudjanak sikereket elérni, mert ebből a közösségből nőnek ők ki, ebben a közösségben érzik otthon magukat, és nekünk meg az a feladatunk, hogy ezt a közösséget, ezt a kovászt, ezt tudjuk támogatni, és biztosítsuk annak a lehetőségét, hogy minél több sportágat megismerhessenek. Az első 3 egyéni helyezettet éremmel jutalmazták, a legjobb csapat serleget vehetett át, a legsportszerűbb csapat pedig kisebb ajándékban részesült. Papírforma eredménnyel zárult a szegedi tekézők nyíregyházi vendégjátéka. A Bajnokok Ligája címvédő tiszapartiak 8-0-ás győzelemmel távoztak a Városi Stadion tekercsarnokából. Az NTK veresége ellenére is a bennmaradást jelentő 9. helyen áll a Szuperliga tabelláján. A 12-szeres magyar bajnok, 4-szeres Bajnokok Ligája győztes szegediek a legerősebb összeállításban léptek dobóállásban Nyíregyházán. A hazaiak viszont sérülés miatt nélkülözték legeredményesebb játékosuk a Szlovenszki Tibort. A két csapat őszi találkozóján valamennyi belső szettet a szegediek nyerték, ezúttal viszont Szlovenszki Attila már az első körben elvett egy játszmát ellenfelétől. A második körben Ráski János közel állt a bravúrhoz, ő 2-2-re végzett ellenfelével, aki több ütött fájának köszönhetően vitte el a csapatpontot. A zárósorban Szegő Levent és Hakker Dezső is nyert egy-egy szettet, de a mérkőzés 8-0-ra vendégek élet, viszont a nyíregyháziaknak sem kell szégyenkezniük teljesítményük miatt. A hazai pályán nekünk az volt a célunk, hogy 2 hét múlva a sorra kerülő rangadóra, ami a Salgósz csapatával játszunk, sorsdöntő mérkőzés, ahhoz egy jó erőfelmérő kell ehhez a szegedi csapat ellen, akik tényleg a világ egyik legjobb csapata. Mondhatom azt, hogy többszörös világbajnokok játszanak benne, úgyhogy próbáltunk helytállni, úgy érzem, hogy kicsit fába elmaradtunk attól, amire én számítottam, de 2 hét múlva van rá lehetőség a javításra. A 6-szoros világbajnok Kis Norbert 625 fás teljesítménnyel járult hozzá csapat a győzelméhez. Nekem ez külön kihívás volt, hiszen ebben a szezonban picit gyengélkedek eredményügyileg. Most a héten ugye közeleg a BL döntő és közeleg a világbajnokság. Egy pici stílusjavítást csináltunk egy kemény munkával, és nehéz pályára érkeztünk ide, viszont egy nagyon eredményes és a hazai pályán nem lebecsülendő csapathoz, úgyhogy mindenféleképpen teljes gőzerővel készültünk erre a mérkőzésre, és ugye ez meg is mutatkozik az elért eredménybe. A szegedi tekéző meghatározó játékosa a magyar válogatottnak. A nemzeti csapat a májusi németországi világbajnokságon szeretne ismét felállni a dobogó tetejére. Ez egy hatalmas cél, ugye nagyon régóta ott van a magyar válogatott, itt a magyar válogatott is az élvonalba, és főleg, hogy most is szintén Németországban rendezik meg, és a házigazdát, mindig őket a legnehezebb legyőzni, hiszen mögöttük áll egy hatalmas nagy szurkolótábor, aki mondhatni azt, hogy ebbe a sportágban az a 7. ember a csapatba.
A Szuperliga tabelláját a Szeged vezeti 32 ponttal, megelőzve az egyaránt 31 pontos Lépcelakot és Zalaegerszeget. A nyíregyházi Tekeklub 9 ponttal, a bennmaradást jelentő 9. helyen áll a 12 csapatot számláló mezőnyben. Híradónk végén a legfontosabb híreink következnek néhány mondatban. Idén 11 milliárd forintot különített el a belügyminisztérium települési önkormányzatok rendkívüli támogatására. Elsősorban az önkormányzati feladatokhoz, az intézmények működéséhez kötődő kifizetetlen számlák rendezésére szolgál a támogatási keret. A települések belterületi utakra és oktatási intézmények felújítására is pályázhatnak. Összefogás a Fogyatékos Emberekért címmel rendezett konferenciát a Nyíregyházi Esélycentrumban a Halmozottan Sérültek Heves megyei szülőszövetsége. A programban többek között pszichológusok, gyógypedagógusok tartottak előadásokat a fogyatékos gyermekek fejlesztéséről. Tájegységi értéktárat hoz létre 8 rétközi település. A kezdeményezés célja, hogy összegyűjtsék, gondozzák és közkincsé tegyék a helyi természeti és kulturális örökséget. A munkát koordináló bizottság megalakulásáról szándéknyilatkozatot írtak alá a kezdeményezésben résztvevő települések képviselői hétfőn Nagyhalászban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 14-én kedden. Friss hírekkel holnap este is várjuk Önöket. Híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is változóan felhős időre számíthatunk. Szerdán gyenge hidegfront vonul át térségünk fölött. Az éjjeli órákban eleinte derült idő várható, majd megnövekszik a fátyol felhőzet. Esőre nem kell számítani. Az északias szél mérsékelt marad, reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor is előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül, délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, eleinte meleg, majd holnap délutántól hidegfronti hatás várható. Csütörtökön és pénteken jobbára száraz levegő érkezik fölénk, emiatt sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. Éjszaka fagypont körüli hőmérséklet, délután enyhe idő várható. A hét végén viszont már sok lesz felettünk, a felhő, kiadósabb eső is lehet. A borult idő miatt fagymentesek lesznek az éjszakák, de pár fokkal visszaesik a nappali felmelegedés mértéke is.